Jim Jim igen Jim de nem egyébként nem nem kontrára nem nem kontra miatt raktam be de muszáj beraknom azért azért kell beraknom mert elkezdtük már egyébként Kezdjük így. Én nekem nagyon tetszik a totálkárba, hogy így szokták kezdeni, csak úgy beszélgetnek, a egyszer csak beköszönnek majd okay. egy két perc múlva. Na, nekem szimpatikus. Csak, csak azért, hogy akkor csak mondom, hogy sziasztok. Tár, hello. sziasztok. Közben ma beszélgetünk itt annál egy-két dologról előzőleg, úgyhogy így tulajdonképpen ja, folytatjuk az egészet. Üdv a podcastban. És... Örülünk, sziasztok. hogy feliratkoztatok. <laughs> ja, sziasztok. Ja. Lájkoljatok is egy kicsit. Na. Szóval az a lényeg, hogy ugye említetted múltkor, korábban, az előző adásban, hogy behozol egy kis politikát, de nem szeretnék politikát behozni, de muszáj megemlítened, mert hogy hatással van a SpaceX-re, bocsánat a Tesla-ra. Tesla, Tesla igen. igen. És ugyanebben a helyzetben vagyok, és egy esküszöm, tehát nem beszéltünk össze. Nem. Nem. Abszolút nem Ez beszéltünk azonban. össze. De ugyanebben a helyzetben voltam, vagyok én is, ilyen pillanatban, mert hogy bele kell hoznom egy politika-related topikot, Ugyanakkor azt szeretném kihangsúlyozni, hogy ez nem politikából hozom bele, tehát nem a politikát akarom belehozni, hanem az, ami történik, az, az olyan befolyással vagy hatással van az egészre, hogy muszáj megemlíteni. Szóval nézzük meg, hogy ki is Jim Bradenstein. Jim Bradenstein ugye a nasa az adminisztrátora, akit egyébként Donald Trump nevezett ki 2017. szeptember 1 Szerintem az ő hatására írta alá Donald Trump azt a tényleg hatalmas horderejű támogatást, amit a SpaceX-nek, ne, bocsánat, nem a SpaceX-nek, hanem a NASA-nak biztosított a kormány, ugye, ez miatt a NASA tudta elindítani ezt a, ezt a versenyt, ugye versenyezteti a projektjeit a Blue Origin-nel, SpaceX-el, vagy a Boeing-el, szóval ez az egész támogatás, ez innen jött, és, és ez az ember, Jim Bridenstine, egy olyan löketet adott a NASA-nak így 2020-ban, amit mi már szerintem a Holdra szállás ideje óta nem tapasztaltunk. Javíts ki, ha tévedek István, vagy máshogy látod a dolgot. Ügyen így látom. De szerintem egy hatalmas löket volt az egész, az egész kutatási részlegnek, és, és az egész csoportnak, és mindennek. Egyébként mindennek. Tehát az egész világon mindent befolyásolt. És annyira jól kezelte a, a az ügyintézést és az adminisztrációt ez az, az ember, hogy valószínűleg tényleg már, már évtizedek óta a legjobb dolog, ami történhetett a nasa az Jim Brainstein. És a probléma, hogy lejött egy cikk. Um, remélem, hogy ez be fog tölteni. Igen, ez a cikk pedig a space.com-ról jött, de azt hiszem, hogy azóta már más média is lehozta, viszont nagyon csöndesen ugyanis törölgetik. Nagyon-nagyon törölgetik. A helyzet az, hogy Jim Bridenstine azt jelentette be, hogy amennyiben Joe Biden nyeri a választásukat, ő felmond. És amikor én ezt olvastam, akkor nekem ez nagyon-nagyon sokkoló volt, mert Joe Biden nem fogja támogatni a nasa és ha, ha lehet, akkor nem adni fog a büdzsébe, hanem elvenni. És az a kérdés merült fel bennem, hogy ugrott ezért a mars, vagy késik ezért a mars? hogy késik ezért a SpaceX-nek a, SpaceX a, a Holdbázis terve, a felépítése, a támogatása a SpaceX felé. Tehát szerintem ez az a dolog, hogy Joe Biden, aki egyébként nem feltétlenül valószínű, hogy nyerésre áll, de mondjuk azt, hogy <laughs> fogadjuk el a médiának a, az álláspontját ezzel kapcsolatban, hogy ő lesz a következő amerikai elnök, én nekem meggyőződésem politikai elkötelezettségtől, tökéletesen függetlenül, és ezt kihangsúlyozom, hogy a lehető legrosszabb dolog, ami 2021-ben a Space Industry-val történhet. Ez, ez nekem borzasztóan hangzik. Még nem tudom, neked mi a véleményed erről, István. Én nem vagyok ennyire elkeseredve, szerintem lehet, hogy visszanyírja egy kicsit a a szánt pénzt, de nem hiszem, hogy teljesen 180 fokos fordulót venne ez a dolog. Szerintem attól még ezek az elindított projektek végig fognak menni. ő is azért látja azt, hogy szerintem Joe bácsi is látja azt, hogy muszáj lesz tényleg a szürkültetásra több pénzt fektetni. Nem hiszem, nem hiszem, hogy, hogy teljesen elvágná a pénzcsapokat. Nagy, Legábbis nagyon remélem, hogy nem. Ugye már csak az is érdekes, Én hogy közben nem. meg az amerikai elektromos autókat támogatni szeretné, Hogyha azokat e, támogatni szeretné, szerintem ez is egy ilyen hasonló dolog, hasonló kategória, hogy az amerikai űrkutatás legyen már támogatva, hogy a, a kínaiak hát, menjenek leghamarabb a holdra. Az lenne, hasonló dolognak kellene lennie, de a, van, van egy nagyon komoly indok, egy ok, amiért Jim Bradenstein le akar mondani a posztjáról. Ez teljesen az ő döntése, tehát ő teljesen jól érezte magát NASA adminisztrátorként, itt tényleg olyan sikereket ért el, hogy eszméletlen de ha ő azt mondja, hogy én így lemondok, mert nem fogom megkapni azt a támogatást, amit ami kellene, akkor ott gondok vannak. De mindegy. Értem. csak ezt meg akartam említeni, hogy, hogy azért ilyen, ilyen oda-vissza játék ez az, az amerikai elnök választás, ami nagyon sok mindent befolyásol, Mi nem politikai, tehát itt nem politikáról beszélünk, hanem, hanem arról van szó, hogy milyen, milyen ágazatokat befolyásol, milyen formában nem feltétlenül mindig pozitívan, de valamelyiket például pozitívan, hogy te is ez a tax, tax return a Tesla esetében, ez például nagyon jó. Igen. De hát kétlem, hogy Trumpot nem lehetne meggyőzni az ellenkezőjéről, de mindegy. Szóval csak így érdekességként akartam becsipenteni. Amit megígértem, hogy foglalkozni szeretnék vele a podcastben, az pedig a crew van, ugyanis kilőtték őket. Nézted egyébként az adást? Nézd, utólag akkor, akkor este nem tudtam nézni, valahogy ilyen Uh -huh. Magyar idő szerint, meg Angliai idő szerint, ugye elég ilyen furcsa időben volt megint, nagyon nem volt időm, de másnap, másnap megnéztem, végtekertem. Uh -huh. Na, én elcsíptem egyébként élőbe, a, a élőben a dokkolásról maradtam le, de a kilövést, meg az egész ilyen helyszre húcát, azt így melók közben néztem, tudod, a másik monitoron. Igen, nekem viszont, viszont sikerült volt, a dokkolás van, először a, a, a SpaceX-nek a szimulátorába majd ezt a videót majd te fogod szerkeszteni, majd elküldöm a képet, mert fényképeztem a telefonról, először sikerült a dokkolás a szimulátorba telefon. Ah, oké. Okay. <laughs> ezt király, ezt küld el, a közben tudjuk rakni. El. Szóval volt ez a, meg volt a kilövés, és ezt CNN 8 perc terrornak írta le, szerintem tényleg 8 perc gyönyör. hogy, hogy lehet írt -e mondani, 8 perc terror? Mindegy. <laughs> CNN. Szóval az eredeti időpontja a kilövésnek az 14-e volt, amit elhalasztottak később, mert hogy tehát ezt úgy, úgy magyaráztak, hogy Rocket Recovery Weather. Tehát uh, István segíts ezt nekem magyarra lefordítani, kérlek. Hát ez az, az időjárás miatti a rakéta összeszedés, mondjuk úgy. <laughs> Jó, igen, ez valami ilyesmi, igen. Nem, igazából arról van szó, hogy erről nagyon-nagyon szerettem volna egy animációt keresni és bemutatni nektek, de nem találok sehol. Úgy kell ezt elképzelni, hogy kilövik a rakétát, ugye van egy indulópont, és van egy érkező érkezőpont. És itt most nem a magára a, a Dragon kapszulára gondolok, hanem, hanem maga a rakéta, tehát a first booster, ami ugye felmegy, és utána visszaszáll. Tehát egy kiinduló és egy érkező pont. És a kiinduló pont háromnegyedéig, majdnem, inkább úgy mondom, hogy a kétharmadáig, viszonylag Bizt biztonságos a, a rocket recovery, tehát hogyha valami dolgon do történik, akkor akkor össze tudják kaparni a rakétát, vagy a levegőben, vagy vízen. Viszont van egy pont, ugye körülbelül az indulási pont és az érkezési pont kétharmadától egy, egy negyedes sáv, most ezt nagyon hülyén magyarázom, tudom, de nagyon szerettem volna megmutatni az animációt, és nem volt sehol. Vagy szóval utólag a rajz, rajzolsz pénybe valamit, és akkor bevágod. Ja, meg, igen, ez így jó, az egyébként megpróbálom. Tehát az a lényeg, hogy, hogy azon a sávon, ott, ott nem nagyon szeretnének semmiféle balesetet, mert szinte nem tudják megmenteni sem a rakétát, sem a kapszulát, meg sem semmit. Tehát oké, okay, van biztonsági felszerelés, stb. stb., de ott romlanak az esélyek. És ott már ugye az is közrejátszik, hogy mennyire hideg a víz, milyenek a légköri viszonyok, és ott nagyon rosszak voltak. És akkor ez volt azokat oka tulajdonképpen, hogy 14-én leálltak a kilövéssel, ja, Ezek ezek az időjárási okok miatt, de sokszor csak annyit mondanak, hogy időjárási okok miatt, de és ezt nagyon sokan nem értek, és akkor azt mondják, hogy ó, oh, be biztos, hogy sok pénzt akarok behajtani, Ám, tényleg veszélyes. Tehát ezért embereket lőnek ki egy rakétával, <laughs> ez, az nem egy egyszerű dolog. Most, most még nem hangzik egy reméljük egy tíz év múlva már így fogunk menni, másik kontinensre. Igen, ez, egyébként tényleg nagyon, én is remélem. A lényeg az, hogy a NASA bejelentette, hogy elhalasztják vasárnapra, és vasárnap pedig meg is történt a kilövés, amiről van egy kis videók is, ezt egyébként akkor miközben beszélünk. Szóval egy olyan élmény, egy ilyen kilövést megnézni egyébként egy nagy álmom, hogy egyszer kimenjek a Kennedy Space Centerhez és élőben megnézhessem a kilövést, mert néz, hallgattam videókat, még ilyen, ilyen 3D, meg ilyen 4D-s audiós videókat is hallgattam egy, egy rakéta kilövésről, de ez szerintem nem lehet érzékeltetni egy milyen élőben. Azt, képzede azt képzeld el, hogy, közben, azt képzeld el, hogy mikor 2015-ben mentünk nyaralni, az amerikai keleti parti túrát, amikor csináltuk, akkor a floridai, ugye a Kennedy űrk űrk űrközpontba pont aznapra sikerült foglalni egy, egy ilyen túrát, egy ilyen túrát, amelyik nap lett volna a SpaceX-nek egy kilövése. Pont arra a napra. Ezt még itt, a, a, amikor mentünk még innen Manchesterből, ahol repülőtéren vettem, és hogy úristen, amíg a, ott leszünk, pont flagdába leszünk, pont akkor lesz egy, és akkor sikerült pont arra a napra foglalni egy ilyen egy ilyen belépőt a Kennedy Space Centerhez, és képzeld el, hogy ugye ez egy hosszabb nyaralás volt, és a nyaralás közepet állékán, tehát egy ilyen nagyjából egy héttel a esemény előtt, akkor lemondták időjárás miatt, vagy valami miatt lemondták. És ott voltunk, oda mentünk, ah, megnéztük a, a, az űrközpontot, de nem volt kilövés. Kicsit sajnáltuk, most egy utólag így eszembe jutott, hogy ez egy ilyen fájó pont volt. Hát engem levet volna a víz, az biztos. Á, nagyon nagyon nagy álmom, tényleg nagyon szeretném. Szóval, ahogy láthatjuk, a Resilience crew megérkezett az ISS-re, mindenki nagyon boldog, én is az lettem volna. Ők pedig Michael Hopkins, aki a parancsnok volt, Victor Glover, az ő nevét nagyon nehezen tudom kimondani, <laughs> Soichi Noguchi, de szerintem nem jól említem egyébként, de annyiszor szóval meghallgattam, ahogy mondják, és így, áh, mindegy. Shannon Walker pedig a, az első nő, aki commercial space launchon részt vesz. Tehát őt lövik ki először az űrbe nőként, mint egy commercial kilövés. De ezt csak azért említem meg, mert már egy, már egyébként, amikor akár a SpaceX-ről beszélünk, akkor mindig az van, hogy a SpaceX ezt csinálta elsőre. A SpaceX megint ezt csinálta elsőre, és a végén már mindent elsőre csinál. És ebből látszik, hogy olyan, olyan, olyan ágazatot fogott meg a SpaceX, ami, amiben csak olyan dolgot tud csinálni, amit elsőre csinál, mert ez az életben senki nem csinálta még előtte. Igen. Akkor a biznisz, mi? Igen. <laughs> És érdekességként szeretném itt megjegyezni egyébként, hogy az első privát szponzorált repülés 2021-es év végére van tervezve. Tom Cruise-zal! Yeah! <laughs> Te szereted Tom Cruise-t? Hát, teljesen el vagyok vele. jó. Mission Impossible. A, ah, nekem, nekem nagy Gun. kedvencem színészként. Igen, igen kilövik őket. Kíváncsi vagyok, hogy milyen filmet. Van arról infot, hogy milyen filmet szeretnének csinálni? Azt annyit tudok, hogy Ilon egyszer talán mondta, hogy a Born ultimátumnak az írója kezdett el velük tárgyalni, meg uh -huh. a Tom Cruise filmnek az írója, és annyit tudtak, hogy az nem Mission Impossible lesz az a Tom Cruise film, hanem valami más. Ezt megnéztem volna, hogy így kilövik, úgy lövik ki a Dragont, a Falcon 9 rakétával, hogy a Tom Cruise közben még lóg az oldalán, tudod, igen, és ilyen kötélbe kapaszkodik. Gondoltam, hogy ezt akarod mondani, mint a repülős jelenetnél, amikor lógott kint a repülő oldalán, igen. <laughs> és Tom Cruise... Uh, nem, nem, itt vagyok, én legalábbis. Ja, oké, mert nálam a De igen, pont úgy egyébként. Tom ki magát, és lebeg az oldalán de amikor már megy ilyen 24 ezer km per órával, akkor már lehet, hogy így nem lebegne annyira, nem? Így a karja még ott lenne, minden más leszakad. De akkor is büszkék vagyunk rá, mert ő nem használ, nem használ A nagyon ja, durva volt az igen. egyik előző filmjén, amikor átugrott egyik épületre a másikra, és közben eltört a bokája, de profi színészként törött bokával azért fölállt, és még hármat lépett. Hát ezt benne is hagyták a filmbe, azt hiszem, igen, ugye? Igen, igen, direkt benne hagyták, hogyha már így <laughs> ilyen profi megoldotta, akkor és utólag, amikor visszanézel, akkor nagyon csúnya. Nekem volt már térsérülésem is, nagyon rossz volt nézni a bokas Te nekem is volt hasonló dolog, de én nem élveztem annyira, mint ahogy Tom Cruise élvezte. <laughs> Érként Michael Lopez Allegi Allegria, Doug Lyman, Lyman, szerintem Lyman nek ejtik. Valószínű. És Aiton Stibbe. Stibbe. Igen. Ők négyen fognak menni. Ez is egy négyüléses repülés lesz. Érdekes, szóval egy kameraman, egy űrhajós, Tom Cruise, és a negyedikről sok hogy ki ő egy izraeli emberke. Tehát, hogy ő adja a pénzt. <laughs> Jó, itt igazából um, szerintem, ha neked sincs már több hozzászólásod, akkor lassan elvarhatjuk a szálakat. Ne, mehetünk a podcastodra, igen. Csak szerettem volna foglalkozni a crew annál, mert megígértem a hírekben, és mérföldkő, megint csak mérföldkő, most már csak mérföldkövekre fogunk híreket adni egyébként. Csak is kizárólag. Igazából akkor megköszönjük, ugye itt lezárjuk ezt a ezt a podcastot. Ugye ez lesz a hétfői podcast. Köszönjük, hogy velünk voltatok. Kövessetek minket a normál csatornámon, Tamást az ő saját csatornáján. Köszönjük, hogy itt az Innovatív Hírek csatornán is követtek minket. Patreonon támogathatok minket. Lájkoljatok, kommenteljetek, rengeteg kommentet várunk, mert utóbbi időben csökken a kommentszám, szám, úgyhogy mindenhez ha szóljatok hozzá. Köszönjük szépen, sziasztok! Sziasztok!